Tisztelettel köszöntöm hűséges nézőinket, Önök a Kabai Városi Televízió műsorát látják Bőjtelő havában először 2013. február 6-án szerdán, Dorottya és Dóra napján. Köszönjük, hogy ma is minket választottak. Az év második havának első hete tel is tele van vallási és népi jellegű jeles napokkal. A néphagyomány szerint február 2-án, Gyertya Szentelő Nagy Boldogasszony napján merészkednek ki először barlangjukból a medvék, és az ekkor tapasztalt időjárás alapján döntenek arról, hogy folytassák-e a téli nyugalmi periódust, vagy készülődjenek a tavasz beköszöntére. De a mai Dorottya napi dátumra is vonatkoznak időjárás jósló praktikák. Hogy meglátta-e idén a maci az árnyékát, arról hamarosan szólunk, előtte azonban nézzük, mivel várjuk Önöket a képernyő elé a mai napon. Képes ajánlatunk következik. Gyertyaszenteléstől Bálint napig, népi időjárás jósló regulák februárban. Itt a farsang, hamarosan áll a bál, nagyszabású jótékonysági farsangi jelmezbált terveznek a kabai intézmények és civil szervezetek. Bor, pálinka és pogácsa versenyre készülnek a kabai kertbarátok. Hátulsó pár előre fuss, új edző irányításával próbálja meg elkerülni a kiesést a kabai Meteorit futballcsapata. Végül folytatjuk a Versbarát kör Magyar Kultúra napján tartott remek zenés előadásának megtekintését. Ha tehetik, maradjanak velünk! Február 2-ától, Gyertyaszentelő Nagyboldogasszony napjától egészen a február 14-i Bálint napig számos jeles nap van a kalendáriumban, amelyek a farsanghoz is kötődnek, de önmagukban is fontos eseményt jelentenek, jövendőlnek a népi hiedelmek szerint. Ezúttal ezeket gyűjtöttük csokorba. Az Alföld szerte elterjedt mondókával azt tanácsolták, ha fénylik gyertyaszentelő, az íziket vedd elő. Az izik az etetés után a jászolban maradó kórós széna, szalma, takarmánymaradék volt, amit almolásra használtak, vagy egyszerűen eltüzeltek. Magyarán, ha jó idő van e napon, akkor bizony még jó ideig elkél a tüzelő. Mindez tartalmában ugyanazt jelentette, mint a medvéhez vagy borszhoz kapcsolódó hiedelem. Ha süt a nap és meglátjuk az árnyékát, akkor még 40 napig visszamegy a barlangjába. Ha viszont hideg van, ráadásul havazik is, akkor nem sokára tavasz lesz. Ha esik a hó, fúj a szél, nem tart sokáig a tél. A népi időjóslás szerint, ha február 2-án jó idő van, és a medve meglátja az árnyékát, akkor ez a tél elhúzódására utal, ha viszont az idő kevésbé jó, nem látszik a medve árnyéka, akkor a tél már nem tart sokáig. Megjegyezném, hogy múlt szombaton nem látta meg az árnyékát a borús, esős időben a barlangjából előbújó medve a fővárosi állat- és növénykertben. A népi hagyomány szerint ez azt jelenti, hogy már nem tart sokáig a tél. Bőjtelő havának második napjának termésre utaló jelensége a hosszú jégcsap, ami bő kukorica termést ígér. Katolikus vidékeken ilyen tájt a templomban megszentelt gyertyát minden háznál a szentképek vagy a tükör mellé tették, s ez védte a házat a természeti csapások és a betegségek ellen. Február 3-án Balázs napján volt szokásban az úgynevezett balázsolás. A szent legendája alapján mindenfajta torokbetegség gyógyítójának tartották. Nem csak gyertyát, hanem almát is szenteltek e napon, abban a hitben, hogy a torokfájás ellen alkalmas gyógyszer. Szokás volt az úgynevezett balázsjárás is. Maskarába öltözött gyermekcsoportok jártak házról házra. Egyikük Balázs püspököt személyisítette meg, fején papírsüveggel, a többieken papírcsákó volt, oldalukon fakard. Nyársat vittek, hogy a háziak arra tűzhessék a kolbászt és a szalonnát. A háziaktól kapott élelmiszert a gyerekek elvitték tanítójuknak, aki azután megvendégelte őket. Balázs napjához kapcsolódó időjóslás: ha ezen a napon esik, akkor nyáron jég veri el a termést.
A szokás szerint a szőlő négy sarkában megmetszettek egy-egy tőkét, hogy a madarak ne bántsák a termést. A mai naphoz, tehát február 6-ához is tartozik egy időjárás jósló regula, mert imígyen szól. Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja. Vagyis ha Dorottya napján fagy, akkor Julianna napjára, február 16-ára megenyhül az idő. Úgy tűnik, hogy mindez idén megvalósulhat, mert az időkép.hu internetes meteorológiai honlap előrejelzése szerint mostanság egy újabb mediterrán ciklon okozhat csapadékos szeles időt, ezért inkább havazás, keleten és délkeleten viszont havas eső, eső várható. Csütörtöktől újabb, ezúttal tartósabb, erőteljesebb lehűlés veszi kezdetét, miután kelet felé távozik a csapadék, a nap is előbukkanhat, ezt követően a hét utolsó két munkanapján csak hózáporok fordulhatnak elő. Ez a rossz idő egészen február 16-áig eltart, utána viszont jön az enyhülés. Bálint napján a hajdúságban úgy tartották, hogy e napon választanak párt a verebek. Az enapi időjárásból is várható termésre jósoltak. Hideg, száraz idő esetén jó termést reméltek.